átérdemlik az Európa projektnek a megálmodója és megvalósítója, aki maga helyezi el a köveket Európa szerte minden évben, több hónapon keresztül. Itt lesz Heizler András, akinek köszönhetjük az engedélyezést. Jana Walter, aki kezdeményezte a projektet. Fahid Éva írónő, aki bekapcsolódott első pillanattól kezdve azáltal, hogy a saját családtagjainak megengedte, hogy emléket állítsunk. Jó magam leszek még résztvevője a beszélgetésnek, és a moderátor Lichtman Tamás volt kollégánk volt, aki most az Orzse Egyetemen tanszékvezető professzor. Tulajdonképpen egy olyan útvonalat állítottunk össze, hogy a 28 követ egymás után egy menetben el tudjuk helyezni. Kezdjük a Szoboszlójút 27 szám alatt, ahol Fahid Éva családi háza áll, onnan a közeli Szív utcára megyünk át egy civil család kezdeményezésére, egy rokon családnak állítandó kő csoport helyszínére, onnan a Blaháni utcára megyünk tovább, ahol szintén Fahid Éva hozzátartozóinak helyezünk el köveket. Következik a 60 utca, ahol több helyszínen helyezünk el köveket, a Pásti utca, a Tali Kálmán utcán zárjuk, ahol egy 9 fős család emlékére állítunk köveket. Nem csak mi állítunk köveket, ugyanis ugye mi egy kővel indultunk. Három kőre duzzadtunk a Német Kulturális Fórum támogatásával és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség becsatlakozásával. Civil hozzátartozók csatlakoztak, akik 9 követ állítanak, és a Mazsike, a Magyarországi Zsidó Kulturális Egyesület még 16 követ állít, így lesz 28 kövünk. Tovább kell adni az emlékezés lángját, mert csak akkor fog élni sokáig, hogyha a még élők továbbadják, és nem hagyjuk ezt a lángot kihunyni. Das ist eine lange Geschichte eigentlich, aber es gibt eine Vorarbeit, und zwar eine Erinnerungsspur an die Deportation von 1000 Rom und Sinti, also 1000 Zigeuner. Im Mai 40 wurden schon aus mehreren westdeutschen Großstädten jeweils 1000 Zigeuner deportiert. Man kann sagen, diese Deportation war so etwas wie eine Generalprobe. Man kann sich vorstellen, 1000 Menschen, Bewohner einer Stadt, auf einmal wegzutransportieren, ist eine logistische Leistung. Zur Erinnerung habe ich eine Schriftspur auf die Straße gedruckt. In der Kölner Südstadt kommt eine ältere Dame dazu und sagt zu mir, ja, guter Mann, was Sie hier machen, ist eine schöne Sache. Aber hier bei uns im Quartier, im Viertel, haben niemals Zigeuner gelebt. Mir wurde klar, die haben es wirklich nicht gewusst, weil gerade die Sinti waren seit über 400 Jahren in Westeuropa zu Hause. Sie waren total assimiliert. In Köln zu 98% katholisch, eben normale Nachbarn. Das war eigentlich dieser Auslöser, die Namen dorthin zurückzubringen, wo das Grauen begann, aus ihren Häusern, wo sie abgeholt worden sind. Für mich war ein gewisses Unbehagen an diesen zentralen Gedenkstätten. Da gibt es eine ganze Menge, eine ganze Reihe. Einmal im Jahr werden dort Kränze hingelegt und dann ist es wieder vergessen. Und man muss ja nicht dorthin gehen. Aber die Stolpersteine vor der eigenen Haustür, in der eigenen Straße, da wird man stutzig, da wird man aufmerksam. Ach, in meinem Haus war das auch, in meiner Straße. Das ist für mich eigentlich der Hauptansatzpunkt. Das muss aus den Orten kommen. Es sind oftmals Angehörige, die sich an mich wenden. Oder man sagt eben, wir wollen jetzt symbolisch in einer Straße eben jemanden zurückbringen. Also es soll sich auch kontinuierlich entwickeln. Also nicht alle Steine auf einmal, es wird immer symbolisch bleiben. Aber ganz wichtig ist für mich das Interesse von Jugendlichen. Schüler, die wollen wissen, also gerade in Deutschland kann man sagen, sie wollen wissen, wie konnte das im Land der Dichter und Denker überhaupt passieren. Und so etwas darf nie wieder passieren. Und das weiß ich nicht auswendig, aber es sind schon mehrere Städte, wirklich von Ost bis West, also in ganz Ungarn. Und so viel ich weiß, wird es auch im nächsten Jahr schon wieder weitergehen. Ezt a folyamat már elég régóta tart Magyarországon, és 2014-ben, amikor a holokauszt emléké volt, úgy gondoltuk, hogy ez egy jó apropó, hogy sokkal több kő kerül a lerakásra. Pályáztunk, nyertünk, és akkor elkezdtünk dolgozni ezzel. Tehát a munkánkat tesszük bele, a szervezést, a lebonyolítást, Gunterrel való egyeztetést, a kutatás, hogy a neveket kikutassuk. Nagyon fontos, hogy hiteles legyen ez a dolog. Vannak kényes kérdések, ha már rekedett, mert ugye lehet, hogy tudnak olyan emberről, akit elhurcoltak mondjuk egy adott helyről. Ez egy nagyon sziszifuszi munka, de nagyon fontos, mert így kerülnek el olyan történetek, amiket föl lehet fejteni. Ugyan a kövek a járdába kerülnek az adott ház elé, de én nagyon fontosnak tartom, hogy abban a házban laknak, tudjanak, hogy kik voltak azok. Bocsánat, ha vértem az, hogy hát abban a lakásban laknak valahogy, akkor ez ne valami rossz érzés legyen, hanem tudják azt, hogy
hogy kiknek a nyomdokaival léptek, és emlékezzenek rájuk. Azt hiszem, ez az egésznek a lényege. Ez a sorozat, amit most Debrecenben vagyunk, ez egy nagyon fontos állomás ennek, hiszen Magyarországon már több száz kő volt, tavaly 95 kő került elhelyezésre, idén szintén. Ugye Nyíregyháza, Miskolc, Debrecenben, és ebben a három városban a nagyon nagy számú zsidó közösség volt, és sajnos nagyon nagy számban pusztultak el, nem voltak még kövek. Tehát ebben a három észak-kelet és kelet-magyarországi városban laktunk most, de aztán megyünk tovább Budapest és Győrbe is, és szeretnénk jövőre is folytatni.